Szeptember 1-től vizsgálja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, hogy a televíziós csatornák betartják-e a műsoroknál az előírt mennyiségű jeltolmácsolást. Az ellenőrzést hallássérült munkatársak is segítik. A következő műsorunkat Siket és Nagyot halló nézőink számára a Teletext 334. oldalán feliratozzuk. Jeltolmácsok egyedül a közszolgálati csatornákon segítenek a siketeknek a műsorok megértésében. A Magyar Televízió és a Duna Televízió hír és politikai műsorainak nagy részét a Teletexten feliratozza. A parlamenti közvetítéseket pedig mindig élőben tolmácsolják. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szeptember 1-től vizsgálja, hogy a televíziós csatornák betartják-e az előírt minimumot. Az ellenőrzést hallási fogyatékossággal élő munkatársaik is segítik. Rajtuk keresztül van közvetlen visszacsatolásunk, és nagyon jó, hiszen ők nyomást is gyakorolnak ránk a tekintetben, hogy folyamatosan végezzük el a munkánkat, monitorozzunk. Kósa Ádám, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének elnöke szerint a jelnyelvi törvény előírásait minden csatornának teljesítenie kell, így idén a hírműsorok mellett napi 4 órát kell akadálymentesíteni. Itt az ideje pontosan teljesíteni a törvényi előírást. A mi célunk az, hogy jó ellenőrző rendszer legyen, hogy bizonyítható legyen, ha nem tartják be, akkor kapjanak büntetést, mondja az ő nyelvén. A médiatörvény szerint 2015-re minden filmet elérhetővé kell tenni a siketek számára is. Hagyományunkból